Nem kezdett túl jól idén az Ácsi Milán labdarúgó csapata. Igaz, a nyáron alaposan megerősített keret bejutott az Európa Liga csoportkörébe, ám a bajnokságban csak bugdácsol az együttes. Nem lehet tehát véletlen, hogy a héten menesztették a vezetőedzőt. Ezekről is egy különleges jótékonysági mez árverésről is beszélgetünk a következő percekben a milánmania.hu munkatársával, Szalai Péterre. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó reggelt. Hát ez a milánmánió, ez nagyon sokat árulkodik rólatok, mint hogy a mezed is az életed része, vagy hogy van ez? Milán? Ugyan, a Milán az életem, a többi csak részletkérdés. Wow, na hát akkor nézzük a Milánt. Nagy hagyományokkal bíró együtt, és mi történik velük mostanában? Mostanában ez a szezon nem úgy indult a Milán számára, ahogyan az sok szurkoló várta, hiszen a keretet alaposan megerősítették a nyáron. Mégis ennek ellenére a várakozásokon alul teljesít a Milán. Nem úgy áll a bajnokságban, ugye a hetedik helyen az Európa Ligában nyögvenyelős sem, bár az első helyen, de tovább jutott. Azt gondolom, nem sokan számítottak erre, hogy, hogy, így fog szerepelni a klub. Ennek azt gondolom, hogy többféle indoka is van, többféle oka van. Hát nagyon reméljük, hogy a mostani edzőváltás az majd előre a csapatot ezen a, ezen mély Mit csinált, mondtál, mi volt az, amiért, amiért ez az eredmény mondjuk reális, vagy amiért vagy amiért, amiért jobbat lehetett volna kihozni ebből a csapatból? Ugye azt mondod, hogy nagyon jó játékosokat találtak. Igen, én úgy látom, hogy jó játékosokat vásároltak. Minden esetre szerintem ezzel egyetértetünk, hogy 11 új játékost egy csapatba konvertálni és azokat beépíteni a csapatba egyszerre rendkívül nehéz feladat, tehát ezt, ezt mindenképpen mondta el, nem lehet hibás. Az iránt viszont inkább hibás, hogy, hogy az eredmények ettől függetlenül egyáltalán nem jöttek, és, és, hogyha nem is azt vártuk, hogy első legyen a Milán, de azért legalább az első négyben, első háromban szerepeljen, ez nem sikerült, és nem sikerült a csapatot mentálisan felkészíteni a mérkőzésre. Mondjuk ő nem igazán érti, tehát ő úgy gondolja, hogy, hogy, hogy azért nem szerepelt olyan rosszul a csapat. Ugye 64 meccs, 32 győzelem, 18 vereség, és ő erre hivatkozik, hogy azért ezek nem olyan rossz számok, szerinte. Persze, statisztikai adatok, az olasz válogatott is, ha jól emlékszem, kétszer kapott ki az elmúlt két évben Ventura irányítás alatt, mégse ki a, 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 világbajnokságra. Ezek csak adatok, a szurkolók ezzel, és hát a vezetőség se ért egyet. Na akkor mi lesz most? Ugye most itt, a, itt van Gátúzó, milyen megoldásnak tűnik, úgy, hogy ráadásul egy ikonikus alakja a Milánnak. Ez egy nagy kérdés. Ugye volt már a példa, hogy Inzági Zédorf nagyon hamar átvette a csapatot, mindenféle rutin nélkül, ugye ők is klublegendek voltak, mint Gennaro Gattuso. gattuso kapcsolatban talán pozitív, hogy azért ő szerepelt Görögországban is illetve Olaszországban a Pisa színeiben, de azért nem említető egy lapon mondjuk, nem is tudom, Carlo ancelotti Spallettivel. Azt gondolom, hogy amiben ő tényleg uh, tud segíteni a csapatnak, az tényleg ez a mentális, ez a pszichés állapot, hogy ebből kikerüljenek, mert azért Gátúzó mindig is egy olyan játékos volt, aki a pályán és a pályán kívül is meghatározó alakja volt a csapatnak. Azt viszont, hogy uh, taktikailag felkészíteni a gárdát, uh, Hát ez egy jó kérdés. Mondjuk, hogyha okos, akkor ugye kihasználja ezt az előnyét, hogy jól ismerik, hogy szeretik, hogy, hogy ezért talán összefog a csapat, bár innen-onnan vásárolt játékosok azért nehezen teszik a szívüket, lelküket ebbe bele, és akkor jó edzőkkel veszi még magát körül, nem? Akik így pályaedzőként ez az amaz, még ott segítenek neki. Nem lehet megoldás egyébként? Lehet megoldás. Azt gondolom minden esetre, hogy ez egy kicsit ez egy kényszerhelyzet volt. Más edzőt nem tudtak hirtelennyében leszerzőtetni, Gátúzó ikon a Milánnál, a szurkolók biztosan elfogadják, és ő volt a Primavera csapat edzője, úgyhogy azt gondolom, hogy ez kicsit egy kényszerlépés is, de nagyon remélem, hogy hogy ez pozitív előrelépés. Lesz. De én úgy tudom, hogy ő nem nagyon tudott megmaradni szinte egyik csapatnál sem, ahova eddig elhívták, tehát azért egy kicsit rizikó ebben is van, nem? De abszolút, ez az érem másik oldala, benne van sajnos a, a bukás lehetősége is. Hogyan fogadják az ilyen változásokat, évközi változásokat a szurkolók, akik tényleg mániákusan szeretik a Millent? Szerintem most nagyon sokan vártak erre. Én alapvetően egy türelmes típus vagyok, sokáig kitartottam Montella mellett, de ez az állapot már tarthatatlan volt, úgyhogy szerintem most mindenkinek jó jön ez az edzőváltás a szurkolóknak is. Egy kicsit nézzük meg, hogy, hogy kik érkeztek a csapathoz, ugye szinte az egész átalakult. Mit kellene csinálni, vagy mi az, amit... Amit, amit valahogy nem tett meg csapategységet formálni? Vagy, vagy mi az, ami, ami miatt lehet, hogy ilyen jó játékosok ennyire nem tudnak együtt játszani? Hát először is az nem lenne egy hátrány, hogyha ha mondjuk a mérkőzéseken nagyjából ugyanaz a csapat lépne párhelyre, vagy éppen ugyanaz, mert ha jól emlékszem, az elmúlt 23 mérkőzésen 23 különféle, ö, alag, nem is alakzatban, hanem, hanem emberek szerepeltek a, a gárdában ez nem tudja összekovácsolni a gárdát, tehát így nem lesznek olyan egységesek, mint a Juventus, vagy éppen a Napoli. Tehát én innen kezdeném, és hát mindenkinek meg kéne, meg kéne találni a helyét. Ugye Borini is egyszer jobb színe, egyszer széle játszik, volt már ő csatár is, nem, tehát, tehát kell, kell az állandósága az embereknek, a játékosoknak. Kik számítanak a legnagyobb szerzeményeknek? Én mindenképpen ide sorolnám André szilvát. Ö, illetve Kessiét, és hát bonucci ugye ő volt a Milán eddigi legdrágább igazolása Rui egyetemben. Mi, mi, lehet pont az ő, az ő rossz szereplésének az oka, mert azért ő most jócskán maga alatt teljesít. Bonucci, ö, én mindenféleképpen azt a számlájára írom, hogy a Juventusnál, hogy több éve együtt játszott kielénivel. Bárdzáival, megvolt a stabilitás, ismerik egymást a válogatottban és folyamatosan együtt játszottak ez most hiányzik. Tehát most ott mellett egy rományolés és egy Muzákió. A muzákió szerintem annyira nem jó, mint amennyire beharangozták, rományolé pedig még fiatal. Tehát mellé kell egy, úgy, mint ahogy a Nesta mellé ezelőtt kellett egy Maldini. Kell mellé egy, egy aki fogja a kezét. Hát reméljük, hogy tavaszra azért majd egy kicsit jobban összeszedik magát, és hogy miért említem a tavaszt, ugye egy nagyon érdekes kezdeményezést indítottatok el, egy jótékonysági árverést, amiben nehéz helyzetű, és sorsú gyerekeknek és szüleiknek lehet kijutni majd egy tavaszi Milán meccsre, hát addigra már csak összeszedik magukat. Mi ez az árverés, mi ez a jótékonysági akció? Igen, idén a Milán a tíz éves, és ebből a szempontból gondoltunk arra, hogy hát valamivel meg kéne örvendeztetni az utasainkat, a szurkolókat, és szerettünk volna valami maradandót alkotni. Így jött az ötlet, hogy, hogy euh, szeretnénk olyan személyeknek segíteni, akik adott esetben nem tehetnék meg, hogy, hogy euh, kiussanak Olaszországba és megtekintsenek egy mérkőzést. Így jött ez az ötlet, hogy euh, tekintve, hogy nagyon jó a kapcsolatunk a, a tényleg az olasz AC Milán csapatával, kaptunk tőlük egy eredeti idegenbeli meszt, amit a csapat összes tagja aláírt, és ezt felajánljuk egy jótékonysági árverés keretében, és aki a legtöbbet ajánlja, ennek a bevételéből fogjuk ezeket a nehézsorsú gyermekeket, családokat tavasszal a márciusban rendezendő derbi della madonnina azaz a Milán Interre kivinni, és hát szeretnénk nekik egy, egy tényleg egy maradandó élményt adni, átadni. Mi a terv, hogy hány család, hogy hány gyerek mehet ki, amennyi pénz összejön, annyi lehet, hogy csak egy, lehet, hogy több? Biztos vagyok benne, hogy ezért több ember összejön, ez tényleg a licittől fog függni, mi nagyon bízunk benne, hogy, hogy minél több személynek tudunk segíteni ezáltal. Hogy áll most egyébként ez az árverés és meddig tart majd? Igen, az árverés az december 7 ig tart, délután 5 óráig, a Facebookon, a Milán Mánia oldalán lehet erre licitálni, Jelen pillanatban az árverés maga, ez egyébként 70 ezer forinton áll. Ezen kívül kaptunk liciten kívül egy 100 ezer forintos felajánlást, és ami azt gondolom, hogy még inkább nagyra tehát tiszteletre méltó, hogy, hogy az utasaink az utakon önszántukból bedobáltak a persejbe, és már így összejött több mint 142 ezer forint. Úgyhogy jelen pillanatban összességében, tehát nem a licit, az több mint 300 ezer forint fölött áll. És még egyszer mondom, a licit az 70 ezer forinton. Hogyan választjátok ki azokat, hogy kik, kik kaphatják meg, vagy kik utazhatnak, jelentkeznek, vagy vannak olyan ismert szurkolók, akikről tudjátok jól, hogy, hogy bizony nem könnyű a helyzetük? Igen, igazából mind a kettő, amit említettél. Tehát vannak olyanok, akik, akikről tudjuk, hogy ez egy, ez egy nagy álom lenne számokra, illetve a későbbiekben lehet is majd rájelentkezni. Milyen korosztályú gyerekekről van itt szó azért? nincs alapvetően korosztályhoz kötve, Üm, nyilván, nyilván minél fiatalabbakat szeretnénk, de tényleg nincs korosztályhoz kötve. Talán abban is gondolkodunk egy kicsit, hogy, hogy, ha minél fiatalabbak jönnek, ki tudja, talán az életüket tudja befolyásolni, hogy akár a későbbiekben ők, is magú, ők maguk, ők is futbalisták lesznek. Na, mire lesz képes a, a Milán márciusban? mi az, ami most a legfontosabb a csapat életében, azon kívül, hogy oké, megvan most már az edzőváltás, ez egy pozitív hangulatot eredményezhet. Szerintem mindenféleképpen... Mi az, amire ki, amit várnak nagyon így a szurkolók, hogy akkor most keményebben egyzenek, vagy vagy, 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 most, amit itt szemmel láthatóan vár mindenki? Egy, elsőként az eredmények. Tehát nyerjünk csúnya játékkal, de legyünk eredményesek, és aztán pedig egy szép játékot. Azt gondolom, hogy az első négyben mindenképpen várjuk a csapatot, de ilyen pillanatban olyan erős az olasz mezőny, hogy én megmondom őszintén, hogy racionálisabbnak látom azt, hogyha ugye Zsuzsi Murinyó szavaival az Európa Ligát megnyeri a Milán, és majd úgy kvalifikálja magát a későbbiekben a bajnokok ligájára, mint az, hogy az ott esetben az első négyben végez. De azért előre lépergé, tehát ne egy kicsit ugye erről a Abszolút, el. abszolút. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm.